Szeretettel üdvözlöm az ITV minden kedves nézőit, különösképpen azokat, akik éppen azon tűnődnek, járjon-e a gyerek óvodába, vigyázzon rá a nagymama, fogadjunk mellé dadust, vagy mi legyen. Erre a kérdésre keressük a választ. A mai vendégeim fognak segíteni megtalálni ezt a választ. A Szabó Ágnes tanítónő, pszichológus, és Genk Rozália, a módszertanos óvónéni. Attól eltekintve, hogy az óvoda a közeljövőben talán kötelező lesz. Mi a legjobb a gyereknek, ha jár óvodába, vagy ha otthon marad, és egy biztos környezetbe vigyáz rá valaki? Én erre azt szoktam mondani, hogy a gyereknek a szülő tudja, hogy mi a legjobb. De igazából pedagógus szemmel én úgy látom és úgy gondolom, hogy az óvoda egy olyan hely, ahol a legtöbb gyerek, ahová a legtöbb gyerek szeretettel és szívesen jön, és szívesen részt vesz azokban a tevékenységben, amit az óvoda kínál. És mivel ugye nap mint nap tapasztaljuk, hogy a gyerek nehezen megy haza, szeretne maradni. Én azt mondom, hogy szeretnek a gyerekek óvodába járni, és ajánlom az óvodát. Azt hiszem, hogy a kedves kolléganő ugyanezt tudna elmondani a saját gyerekeiről és az iskoláról is. Természetesen a gyermek elsősorban meg kell tapasztalja azt, hogy közösségben élni egy csodálatos dolog. Tehát úgy az óvodából, úgy az iskolából, úgy kell hazamenjen a gyermek, hogy hazafelé úton végig meséljen, mert akkor érdemes óvodába vinni. Tehát akkor igazából megvan az értelme. Ha a gyerek jól érezte magát, akkor nem kérdés az, hogy járjon-e óvodába. Ha megkapta azt a biztonságot, hogy nem kellett neki rettegni, nem kellett félni semmitől, nem kellett izgalommal bármit is csinálni, akkor már talán nem is kérdés az, hogy kell az óvoda, szükséges. Természetesen szükséges, mert eljön az a pillanat a gyermek életébe, amikor már a család nem elégíti ki a gyermeknek a szükségleteit. Tehát neki ki kell repülni. Sír a gyermek, amikor ott marad az óvodába. Vigyük tovább óvodába, vagy inkább mondjunk le? Én szerintem az természetes reakciója minden gyereknek, hogyha bekerül egy idegen környezetben, hogy azt eleinte félelemmel fogadja el, nehezen oldódik fel, és természetesen, hogy a gyerek megpróbálja kijátszani a szülőt azzal, hogy toporzékol, hisztizik. A legtöbb szülő, ugye főleg a kis csoportban, nagy nehéz szívvel hagyja ott a gyerekét, ugye a síró gyereket, aki az anyukába, apukába kapaszkodik. Amit a szülők nem látnak, az, hogy pár perc múlva, hogyha nem látta a szülőt, és az egy-két hét beszoktatás ideje után ez a sírás abba marad, és a sírást felváltja a jókedv, a játék, és a közös tevékenységekben való részvétel. Persze a szülő úgy azzal a képpel megy el, hogy az én gyerekem ma már megint sírt, és elég nehéz neki bebizonyítani azt, hogy ez csak addig tartott, amíg a szülő látta is a gyereket. Én nem szoktam ajánlani a szülőknek azt, hogy fogják meg és vigyék haza, mert a gyerek előbb-utóbb rájön, hogy az a kulcs annak, hogy otthon maradhasson, hogy minél hangosabban sírok és minél inkább toporzékolok. Ez bevált mi nálunk, legalábbis az én csoportomban. Természetesen vannak olyan gyerekek, akiknek egy-két hét nem elég, és lehet, hogy egy-két hónap kell, és nehezebben integrálódnak ilyen téren, de olyan még nem történt, hogy gyerek ne szokja meg az óvodát, legalábbis én nem találkoztam vele. Mit tanulnak csemetéink az óvodában? Miért érdemes odavinni őket? Miért érdemes? Hát maga a kisgyermekkor ugye az a csodák világa, és az óvoda szintere a csodák birodalma, én úgy nevezhetném, ahol minden és bármikor minden megtörténhet. Óvónéniből lehet egyik nap angyal, másik nap kisbéka.
A gyerekek rengeteg mindent tanulnak, amellett, hogy a szociális kompetenciáik, készségeik fejlődnek, és megtanulnak egy közösséggé alakulni, ami szerintem az óvodai életnek ez a legfontosabb feladata, hogy közösséggé formálja, hogy a közösségi érzést elindítsa a gyerekben. Amellett ugye nem beszélhetünk még az egészségügyi nevelésről, a nyelvi készségek fejlesztéséről, mozgásról, rengeteg minden ragadhat rájuk óvodában. Én nem mondom azt, hogy a gyerekek tanulnak, én azt mondom, hogyha a gyerek jól érzi magát és megtalálja a helyét, az már jó. Hogyha valami még amellett, valamivel még hazamegy, az már egy plusz, amit az óvoda tudott nyújtani. Én ehhez hozzátennék valamit, mert tényleg nagyon hozta egyik gondolat a másikat, és vártam, hogy befejeződjön a gondolata az óvónéninek, hogy tulajdonképpen az óvodában megteremtik a környezetet, amiben a gyermek fejlődni tud. Legyen az otthonos, barátságos, legyenek a gyermekek figyelmesek egymással szemben, legyen az egy kellemes hely, ahova a gyermek vágyjon elmenni. Azt mondja az óvónéni, hogy nem feltétlen tanítanak, de megtanítják a gyereket, hogy észrevegye a körülötte lévő világot. Hogy lássa, hogy nap mint nap nem egyformák a dolgok, mi az, amit észre lehet venni. Na most, ha az óvodában ezt megtanulja, akkor az egy csoda. Maga az ember olyan lesz, hogy nyitott szemmel fog a világban járni. És ez szerintem a legnagyobb kincs, amit az óvoda ad. Hogy látjuk a másik gyereket, látjuk, hogy mi történik, látjuk a környezetbeni változásokat, látjuk, hogy az a gyerek most talán szomorúbb, de vajon miért? És olyan emberi értékeket kapnak már az óvodában a gyermekek, persze az ő szintjükön, amik lehet, hogy egy életre szóló útravalót adnak nekik. Ágica tanítónéniről tudnunk kell azt, hogy ő előkészítő osztályt tanít most. A hátrányos helyzetben vannak azok a gyerekek, akik nem jártak óvodába? Óriási hátrány, mert eleve mindamellett, hogy érdekesnek tekintik az iskolát, félnek, bátortalanak, nem úgy mernek megszólalni, nem úgy közelednek a társakhoz, visszahúzódnak a padba, vagy esetleg pontosan az ellenkezője, hogy olyan szabad kitöréseik vannak, hogy mind amit nagymamánál megengedhetett, mind amit ott az utcán, falun, ugye főleg a falura vannak kitéve a gyermekek, heteken keresztül az a szabadság. Igen, annak is megvan a maga értelme, a maga csodája, a maga varázsa, de a gyermek meg kell szokja azt, hogy ő valahova tartozik. Ő a saját óhajait, saját akaratát alárendeli annak, ami ott tartozik. Na most az a gyermek, aki nem járt óvodába, az érzelmileg nem olyan fejlődésen ment át, nem olyan folyamatokon ment át, mint az, aki már megpróbálta az óvodát. Nem tapasztalt meg ugyanolyan méretű örömöket, és kisebb kudarcokat. Miért ne? Mert ha nekem a kis autóm eltört, vagy ha éppen én nem tudtam akkor megszólalni, az a gyermeknek valamilyen szinten egy sikertelen pillanat, vagy esetleg egy negatív érzés. Az, hogy bátortalan, az, hogy érzelmileg se úgy van kifejlődve a gyermek, borzasztóan sokat, persze a figyelme, a türelme, nincs megedződve, nem készítette fel senki rá, nem tették ki semmiféle feladatnak. Tehát neki kell tudni, megismerni a világot. De senki nem mondta neki eddig hivatalosan, hogy na most akkor nézzük csak meg. Mert ezt a család nem tudja biztosítani. Igen, vannak dolgok, amiket nagyon jó dolgokat meg tud a család adni, de ezt az elindítást nem. Holott, ha bejött az iskolába, akkor
már módszeresen kell odafigyelni. Már bizonyos ideig le kell tudja kötni a saját figyelmét. Már ki kell várja azt, ameddig a tanítónéni beszél. Ki kell várja azt, ameddig a másik gyerek elmondja a gondolatát. És őszintén az iskolában ez a legérdekesebb dolog. Ha ezt meg tudjuk oldani, hogy a gyerek tisztelje a társát, akkor azt jelenti, hogy egy nagyon kellemes légkörben fog zajlani az, amit az iskolában csinálunk. Na most ez így a gyermekekben nincs kifejlődve. A másik dolog, ugye az a gyermek nem tud úgy kommunikálni, nem beszél szépen mondatokban, nem kellett neki eddig, ahogy volt, úgy volt jó, úgy volt a családnak a kicsi gyermeke. Igen ám, de ez nem elegendő. A másik nem tud, vagy nem szeret színezni, rajzolni. Nem tud esetleg rendesen ülni. Feneke alá veszi a kis lábát, és úgy ül a széken, és forgolódik, és mozgolódik. Olyan dolgok, amiket persze megadunk egy bizonyos szabadságot, de vannak dolgok, amiket már az iskolában azért másképp csinálunk. És ezeket ő nem tudja követni. Nem hallja a hangokat, nem ismeri fel a hangokat, mert az óvoda nagy csoportja bizony már ezeket előkészíti. És akkor egy annyira pici szikra kell annak a gyereknek, aki járt óvodába. Jön a szülő, és azt mondja, hogy tanítónéni, de hát tanulnak olvasni az előkészítő osztályban a gyermekek? Nem, de hangoztattunk. Megszámoltuk hány hang, megfigyeltük, a gyerek hazament, és olyan hamar beindult, hogy elképesztő. Holott az, aki nem járt óvodába, az ezekkel minden szenvedni fog. Tehát ez neki nagyon nagy feladat. Sok gyerek van, aki nem járt óvodába? Szerencsére nem olyan nagyon sok. Városi viszonylatban nem olyan sok. De városon még megvan az, hogy közel van. A szülők dolgozni járnak, ugye előbb-utóbb a gyerek bekerül a napközibe. Itt megvan az, hogy a napközi az óvoda nem csak gyermekmegőrzés, hanem tényleg a gyermek felkészül. Talán a városi szülők egy kicsit jobban belátják, valahogy talán felvilágosultabbak, és azt mondják, hogy igen, kell a gyermekemnek a közösség. Van olyan gyermek, akit elvittek óvodába, többet nem akar otthon maradni. Tehát vakációban is állandóan követeli és kérdezi, számolják a drágát a napokat, hogy mikor mehetnek már végre. Tehát városon nem, de sajnos vidéken nagy problémák. És én azt hiszem, hogy erről az óvónéni tudna többet mesélni. Mivel, hogy módszertanosok, mert ő látja nap, mint nap, hogy mi a helyzet a falusi óvodákban. Tehát vidéken, főleg olyan helyen, ahol nem város közeli vidéken, van olyan eset, amikor a gyerekek nem járnak óvodában. Ez megtörténik azért is, mert anyagi gondjaik vannak a szülőknek, és nem tudnak a gyereknek biztosítani cipőt, meg megfelelő öltözetet. Meg van olyan, és amikor egyszerűen nincs igénye a családnak az óvodára. Azt mondja a szülő, hogy én se jártam, minek menjen a gyerek. Sajnos ezek a gyerekek hátránnyal fognak mindenképpen indulni az iskolában. Ha nem is értelmi szintű hátránnyal, akkor mindenképpen szociális hátránnyal, mert nem alakul ki bennük ez az együvé tartozás érzése, vagy nincs meg bennük ez az együvé tartozás érzése, nincs meg bennük az, hogy közösség, nincs meg bennük az, hogy türelem, kivárás, mint ahogy a tanítónén is elmondta, hogy mennyi minden kell egy iskolához. Lehet, hogy szabadosabbak, egy kicsit öntörvényű gyerekek. Én még hozzáfűzném, hogy az óvodába járás lehetőséget ad különböző problémás helyzetek kiszűrésére, mint például a beszédhibák, észreveszi az óvónéni, felhívja a szülő figyelmét, hogy tessék elvinni, tessék odafigyelni, mert a gyerek nem mondja ezt a betűt, mert a gyerek nem képes kimondani azt a hangot, ami óvodába ugye nem nagy gond, megértjük egymást, hanem amikor már iskolába kerülnek és betűket tanulnak, akkor nem mindegy, hogy képes rá, vagy nem képes.
Hát, hogyha valamit nem tud kimondani, akkor azt nem is hallja, vagy hogyha nem úgy hallja, nem úgy mondja. Tehát az írásolvasásban, a később írásolvasás tanulásában ez eleve hátrány. Minél később kezdi ezeket a hibákat a szülő korrigálni, annál nehezebb lesz. Azt hiszem, hogy ebben nem tévedek. Vagy van olyan eset, hogy a gyerek egy kicsit hiperaktívabb, a gyerek egy kicsit figyelmetlenebb. Vannak lehetőségek különböző tornára, különböző helyekre vinni a gyerekek, amik nem biztos, hogy megoldják rögtön, de nagyon sokat segítenek. És ezt egy óvónéni nagyon hamar látja, és megszokták a szülőkkel beszélni. A szülő, van olyan szülő, aki tanácsot kér, és így közös erővel segíthetnek azon a gyereken, hogy a későbbi iskolai felzárkóztatás ne legyen olyan nehéz. A beszédhibát ki tudja küszöbölni a szülő is, vagy feltétlenül logopédushoz irányítják a gyereket? Vannak olyan beszédhibák, amit óvonéni, szülő, tanítónéni, ezek az enyhébb beszédhibák kiküszöbölhetőek, és van olyan, amit 5 éves korára a gyerek kinő. De sajnos én azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több beszédhibás gyerekkel találkozunk az óvodába, ami nem enyhe, hanem elég súlyos beszédhiba, amihez nekünk nincs kellő tapasztalatunk, és nincs kellő felkészültségünk, hogy egyáltalán ezzel merjünk foglalkozni. És igen, nagyon-nagyon sok gyereknek szüksége lenne logopédusra. Hogy fogadják a szülők? Hogy ez változó. Van, aki megköszöni. Van, aki, hát az a tény, hogy a gyerek beszédhibás, az a szülő is szembesül. Ez nem olyan dolog, ami újdonság. Tehát ugyanúgy beszél otthon is a gyerek, mint az óvodában. Van, amelyik szülő megérti, elfogadja, és másnap már viszi, keres neki szakembert. És van olyan elfogult szülő, aki azt mondja, hogy... Én is így beszéltem, vagy az édesapja is így beszélt. Nehezebben beszéltünk, majd helyre jön, majd megoldódik magától. És sajnos van olyan, aki vinné, de erre nincs anyagi lehetősége. Tehát van egy ilyen is. Nem csak beszédhiba, hanem gyerekbetegségek is szóba jönnek az óviba. Mit jelent ez? Tehát vigyük a gyereket óvodába, kapja meg a gyerekbetegségeket? Ez egy aktuális téma, ugye, pont februárban, amikor a különböző vírusok azok tombolnak. Hát vigyük a gyereket óvodában. Előbb-utóbb azokat a gyerekbetegségeket meg kell kapja. Azt hiszem, könnyebb óvodában himlős lenni, meg mumszos lenni, vagy még akármi más, mint iskolában, amikor már az a 2 hét kimaradás, az egy nagyon sok idő a tanulási folyamatban. Tehát vigyük óvodában, biztosan, főleg kis csoportban nagyon-nagyon sok mindent elkapnak a gyerekek. Nem azért, mert az óvónéni valamit valahol tévedett, hanem azért, mert ez ezzel jár. Ugye az idén a tél is egy kicsit rásegített, mert nem volt hideg, tehát különböző vírusok, tüdőgyulladás, meg kötőhártyagyulladás, meg mindenféle volt. Sajnálom azokat a gyerekeket, mert ugye legyengíti a szervezetét, meg fekszik otthon, de ezzel erősödik az immunrendszere, és a következő tanévben, amikor már középcsoportos, akkor egy sokkal erősebb és kitartóbb szervezetű gyerek lesz. Sajnos ezt mondhatom, hogy ez ellen senki nem tud semmit tenni. Ha otthon tartjuk és elvisszük közösségbe, játszóházba, templomba, akkor is megvan ugyanaz az esélye, hogy a gyerek ugyanazt a betegséget összeszedi. Ágita, mit lehet tapasztalni? Nem beszélve arról, hogy milyen szövődményekkel jár, ha a gyermek egy himlőt, egy mumszot, felnőtt korba kap meg. Igen. Tehát ez óriási kockázat, hogyha egy gyermek kiskorában nem vált ellenállóvá ezekre a betegségekre, akár felnőtt korban előjöhetnek, elkaphatja, mert hát persze bármikor.
óriási szövődménye, tehát nagyon nehéz, nehezen kezelhető, vagy egyáltalán ki nem kezelhető szövődményekkel járhat. Úgyhogy a gyermek kicsi korban, óvodáskorban sok ilyen betegséget fütyülve vészel át, észre se veszi, rá se törődik, ő csak azt tudja, hogy ő most beteg, és köszönjük szépen, és kényezteti mindenki, és keresi a kedvét, de mikor már nagyobb korban történik ez, akkor bizony, akár fiúgyermekről, akár kislányról legyen szó, bizony-bizony komoly szövődmények adódhatnak. Úgyhogy nem baj az, hogyha megkapja a gyermek, elkapja ezeket a betegségeket. Mit lehet tapasztalni, több gyerek maradt ki iskolából, akik nem jártak óvodába, hamarabb megbetegednek? Nem jellemző. Nem jellemző. Tehát tulajdonképpen vannak olyan helyzetek, hogy azt mondják, hogy ó, pici még a gyermek, ó, hát kicsi, hát van még ideje, ó, de hát olyan gyenge, olyan kis fejletlen. Na most, amit tudni kell, a közösségben a gyermek még csak enni is másképp eszik. Úgy van. Mert otthon azt mondja anyuka, hogy ó, nem baj, nem ezt adom a gyermeknek, mert hát nem szereti annyira. Úgy tudnak enni az iskolában, hogy jó nézni. Tehát van olyan, hogy saját kiválasztott kedvenc uzsornája van. De amikor a gyermek látja, hogy a másik esetleg szendvicset hoz, és már nem otthonról hozott, vagy vásárolt kis pizza szeletet, egy idő után látom, hogy megjelennek a kis uzsornák, a kis másféle, a kis igazán emberi és gyerekbarát uzsornák. Látom az almákat, látom a gyümölcsöket, látom azt, hogy egymástól a gyermekek mennyi, mint, és olyan alkalom arról beszélgetni, hogy na most az akkor biztos, hogy jó? Biztos, hogy elég? Tehát nem mondhatnám azt, hogy gyakrabban marad ki, vagy talán többször beteg az a gyermek, aki nem járt óvodába. Tehát nem ez nagyon sok minden függ időjárástól, pontosan az akkori meglévő fertőzésektől, hogy lehet az a gyermek, aki olyan hűségesen jár, és ki nem maradna egy percet, hogy az lesz talán a legbetegebb. Tehát ez nem irányadó, ez nem jellemző. Az evést, azt én is aláírom, ugye hosszabbított programú óvodában dolgozom, ahol ebéd van, és az év elején nagyon sok kisgyerek nem volt hajlandó enni, csak így szelektíven, üres kenyér valamivel. És örömmel tapasztaltuk a kolléganővel, hogy ugye már egy szinte fél év óvoda után az a gyerek, aki semmit nem evett, megkóstolja, nézegeti, van, amikor teljesen megeszi, és ugye az anyukával beszélgettünk, és anyuka is nagyon örült neki, mondta, hogy otthon is ugyanilyen volt a gyerek, és most otthon is, mert hát mondta, hogy hát ez volt, az volt, és a barátom is megette. És akkor most ő is megeszi. És szintén kolléganő mesélte, hogy az ősszel őszi zöldségeket ről beszéltek, és behoztak egy halom őszi zöldséget, és elkezdték vagdosni, meg kóstolgatni, és visszajelzést kapott a szülőktől, hogy mentek haza a piacon keresztül, és mondta a gyerek, hogy anya, vegyél nekem salátát, mert hogy az óvodában ettem, és az nagyon finom volt, és mondta anyuka, hogy soha nem evett a gyerek, nem volt hajlandó szinte nyers dolgot sem elfogadni. De hát akkor megint valami pozitívumot írhatunk az intézmények, az óvoda és az iskola javára, hogy ilyen is történik, ilyen is van. Szellemi szempontból a gyerek elmarad ahhoz viszonyítva, tehát az a gyerek, aki nem járt óvodába, elmarad ahhoz viszonyítva, mint aki járt? Na most az, hogy szellemi szempontból, ez nem biztos, tehát ha a gyermekre annyira figyelnek a családokon belül, akkor lehet, hogy valamennyit, inkább ilyen közösségi szempont, és a készségek. Tehát ő készségfejlesztés szempontjából, készségek szempontjából óriási hátránnyal indul. Egy csomó mindent ő nem tud. Ő nem tudja, hogy kell egy verset meghallgatni. Ő nem tudja, mi az, hogy én most állok és odafigyelek? Mi az, hogy de miért kell nekem meghallgatni a másikat?
Miért mondja a tanítónéni, hogy én most zárjam be a tolltartómat? Miért? Tehát ezek olyan dolgok, a másik, az öltözködés például. Azok a gyermekek, akik óvodába jártak, azok kiszednek, elpakolnak mindent, öltözködnek, szaladnak tornaóra előtt, annyira önállósodnak. A szellemi dolgok, sajnos az, hogy a gyerek jár óvodába vagy nem, sokszor valamilyen fogyatékkal is párosul. Tehát valószínű, hogy a gyermek nem is annyira fejlett, és akkor nem azt mondják, hogy jaj, menjen az a gyerek, elkövetett minden, mert kell neki az óvoda, hogy fejlődjön, hogy nyíljon ki, hogy legyen barátságosabb, legyen közlékenyebb, akarjon, érdekelje a mesevilág, érdekelje minden, ami történik körülötte, hanem meg akarják óvni, hogy jaj, de hát majd, hadd nőjön még egy kicsit. De ez alatt a többi gyermek rengeteget épít, benne épül. Nincs a gyermek tudatában, sokszor a család sincs tudatában, hogy mekkora változáson megy keresztül a gyermek, csak egyszer azon kapják magukat, hogy jé, az én gyerekem. És ezt is tudja, azt is tudja, és milyen jó, hogy azt is tudja. Na most, hogyha az óvodát nem látogató gyermeknél még valamilyen mértékű fogyaték is van, nem feltétlen fizikai. A fizikai fogyatékot, azt, tehát testi fogyatékot, azt, ha a tanítónéni ügyesen elfogadtatja a többi gyerekkel, és felnyitja a szemüket, hogy igen, vannak ilyen emberek, és mi nem megítéljük, vagy nem csúnyán nézünk rá, vagy kirekesztjük, vagy elmegyünk mással játszani, mert hát az a divatos, hogy csak azzal, hanem figyelünk arra is, hogy mekkora kincs az, hogy én lehajolok ahhoz a másik gyerekhez, akkor ezeket ki lehet küszöbölni, tehát rengeteget tud a közösség segíteni. Szellemileg, jobban mondva, intellektuálisan a gyermek persze, hogy megőrzi ezt a hátrányt. Tehát nem tud, lehetetlen, hogy ő mindent behozzon, amit a többiek mondjuk az óvodában 3 év alatt átéltek. Nem mondom azt, hogy tanultak, mert az a szó, hogy az óvodában tanulta a gyermek, az egy kicsit fáj talán, mert nem feltétlen tanuljuk, hanem rávezetjük a gyermeket. Türelemmel, szépen, apró lépésekben rávezetjük a gyermeket, hogy ez van, persze tanulunk, de mi nem mondjuk meg a gyereknek, hogy tanuljuk, hanem úgy lopva adagoljuk neki, mert talán ez a legjobb szó. És az iskolában, ahol a zöme az osztálynak már haladó, ő óvodába járt, ha én csak arra az egy gyerekre, 2-re, 3-ra koncentrálok, elveszítem a többit. Nem biztos, tehát óriási dolog az, hogy én úgy tudjam a kis társaságomat nevelni, és az utóbbi években elég sok tapasztalatom volt ilyen téren, hogy az a gyermek, aki valamiben fogyatékos, az a gyermek, akinek csökkentett szellemi képessége van, kapjon valamit az ő szintjéhez mérten, nagyon nagy veszély az, hogy esetleg a többiek idejéből is, itt van a szülőkkel is a probléma, hogy azt mondják, hogy mert ha ezek ott vannak az osztályban, akkor az én gyerekem nem kapja meg, de bizony megkapja. Megkapja abban, hogy nyitottabb lesz a világ felé, megkapja abban, hogy többet dolgozik önállóan, megkapja abban, hogy a mindennapi életben oda fog figyelni arra, aki beteg, vagy éppen nem olyan, mint én, mert bizony ez a másság dolog, már az óvodából megkezdődik a nevelés, hogy igenis vegyük észre, hogy nem mindenkinek egyformán zajlik az élet, hanem vannak személyes eltérések. Tehát az osztálynak nem jelent túl nagy hátrányt azt, hogyha a gyerek nem járt óvodába, de viszont a tanítónéninek nehézség. Ezt akartam éppen mondani, hogy az osztálynak nem érzem úgy, hogy hátrányt jelentene, bár a legtöbb szülő azt mondja, hogy nem, ott akkor mindenki csupa ász legyen, mert akkor az én gyermekem, hogy fog haladni, és mennyire biztosítva van neki a siker. Nem igaz. Olyan emberi értékekben lesz szegényebb az a közösség, ahol nincsen ilyen gyermek. Persze a tanító és én tanító szemszögéből kell, hogy
elmondjam, tanítónak sokkal könnyebb. De az is egy tévhit, hogy ott, ahol nagyon rendes, nagyon tehetős család, ott garantáltan mind intellektuálisan egy szinten vannak a gyerekek, tehát olyan nincs. Azért vagyunk különbözőek, és pont ez az élet csodája, hogy ahányan vagyunk, mind különbözőek vagyunk. Valamennyire szépen lehet egy, hogy is mondjam, egy hangon tartani az egészet, hogy mindenki a maga módján kivegye a részét abból a bizonyos falatból, ami aznapra van kínálva, de ugyanakkor vannak olyanok, hogy tehetősek is, talán pont ez a hátrány. Nekem megvan mindenem, mi az, hogy nekem megmondják? Vagy miért kell én arra a másikra figyeljek, és sajnos ezeket ilyen kicsi korban még lehet orvosolni, később már nem. Tehát később a gyerek úgy megy tovább, és ezek sajnos megmaradnak, hogy nem fogja az utcán észrevenni azt, aki esetleg összeesett, vagy esetleg megbotlott, vagy elgurult az almája a néninek a szatyorból. Nem biztos, hogy le fog hajolni, nem biztos, hogy meg fog állni a kicsi gyerek mellett, ha az hasra esett, és éppen sír, mert vérzik a térde, mert neki nincs ideje. Ő nem hajol le ahhoz, hogy mit foglalkozzon ő a más gondjával. Tehát ezeknek az osztályoknak azért van egy olyan töltete, hogy életre szóló ilyen szociális útravalót ad ezeknek a gyermekeknek. Mit jelent az, hogy korábban vagy később? Hány éves kortól adjuk a gyereket óvodába? Mindenképpen, amikor a gyerek óvoda érett, ugye a gyerekek is különbözőek. Van olyan 2 éves, aki már óvoda érett, szobatiszta, szépen beszél, el tudja mondani a kívánságait, a kéréseit, és van olyan 3,5 éves, aki még nem képes leválni anyukáról, tehát mindenképpen oda kell figyelni, hogy mikor jött el az a pillanat a gyerek életében, amikor ő kimer lépni és elkezd önállósodni. Ugye az óvodai időszak az a nagy önállósodási időszak, akkor tanulunk meg higiénikusan élni, akkor tanulunk meg önállóan vetközni, öltözni, különböző készségeket fejlesztünk. És ez nagyon fontos, mert ugye a gyerekek érése az különböző, és a szülő, és akkor mondanám, hogy az édesanyja ezt úgy látja, hogy na, most az én gyerekem óvoda érett, nem érdemes ilyettetni az óvodából iratást is. Persze vannak olyan helyzetek, amikor kénytelen a szülő beiratni, mert nincs ki otthon maradjon, vissza kell menni dolgozni, de hogyha látja a szülő, hogy nem igazán válik még be az óvoda azért, mert az ő gyereke nincs felkészülve, akkor jobb még várni, egy kicsit elnapolni. Tehát ez ilyen 2 és 4 éves kor között bármikor eljöhet. Tényleg van, aki később, van, aki korábban. Ez a gyerek személyiségétől függ. Van olyan, hogy túl hamar vagy túl későn adtuk a gyereket óvodába? Hát van olyan, hogy túl hamar, és ahogy a tanítónéni elmondta a kolléganő, tehát van olyan, hogy túl későn. Túl későn akkor, hogyha tényleg a gyerek fejlődése olyan szintű, hogy azon lehetett volna még az óvodai élet során segíteni. Megint visszatérek itt a különböző viselkedési problémákra, beszédhibákra. Túl korán az akkor, amikor a gyerek még erre nincs felkészülve. Törvényes határokon belül maradva nagyjából iskolába, mikor adjuk a gyereket? Hát iskolába tulajdonképpen itt most nagyon sok a pro és kontra vélemény, hogy jó-e az előkészítő osztály, és ugye egyenesen személyes tapasztalatot tudok most megosztani. Nagyon jó. Nagyon jó, tudom, ez óriási dilemma, mert nagyon sok szülőnek, akár városon, még falun, még csak ott vannak a nagyszülők. Délben kiveszik a gyereket, hazaviszik, az a gyerek ugyanúgy ebédel, pihen, és a többi a városi szülőknek meg kell küzdeni azzal is, hogy egyszerűen nincs hol hagyni 12-1 órakor, nincs ki a gyerek után menjen. Szerencsére az én mostani kis osztályközösségemben ilyen helyzet nincs.
mindenki talált megoldást arra, hogy a gyermeke hazamenjen, ebédeljen, pihenjen szépen. És ha ezt ilyen szemszögből nézzük, nagyon jó az előkészítő osztály, tehát 6 éves korban a gyermek mehet. És megmondom miért, mert sokan úgy gondolják, hogy jaj, szegény gyerek, kellett volna, még maradhatott volna még egy évet az óvodába. Igen ám, csak hogy ha 7 évesen volt iskola köteles, több csoportból jöttek a gyermekek, nem voltak hozzászokva a programhoz, nem volt egy egybeforrott közösség, meg kellett tanulni, egymást megismerni, kellett bízni egymásba, meg kellett a tanítónénit ismerni, de ugyanakkor írni, olvasni, számolni is kellett, meg helyben ülni, meg csengettek, meg jaj, most nem szabad kimenni óráról mosdóba, jaj, most akkor nem mehetek csak uzsonnaszünetbe. Tehát ezek a dolgok pontosan jól megoldódnak 6 évtől 7 éves korig. Tehát a gyermek, senki ne gondolja azt, hogy akkor 6 évesen a gyereket bevisszük az iskolába, és már tanul. Az én szülői közösségem is, a gyermekek is imádják azt, hogy ott vannak a játékok, ott vannak az építőkockák, ott vannak a legók, ott vannak a bábok, ott a szőnyeg, ott vannak a labdák. Hátul persze nem lehetnek elől, mert már vannak olyan tevékenységek, amelyek egy picikét ízelítőt adnak az iskolából. Persze napról napra többet szervezetten megfigyelünk. Még mindig én azt hiszem, hogy nem mondom azt, hogy tanulunk. Mesét hallgatunk, verset tanulunk. Mellette rengeteg gyermekdalt, mondókát, akkora szabadságot kapunk a program által, hogy hát egy kicsikét úgy nagyon lezserül fogalmazva, bármit megtehetünk. Tehát akkora szabadságot kaptunk, nem számít, hogy csinálom, csak elérjem azt, hogy a gyermek kész legyen arra, hogy írni, olvasni, számolni tanulhasson. Megismerte a tanítóninit, megismerte az osztálytársait, rengeteg időt töltöttünk már együtt, együtt tudunk játszani, vannak jó közös játékok, együtt tudunk építeni, együtt tudunk dolgozni, ha kell, órán, meg tudjuk hallgatni a másik gyermek véleményét, ezek csodálatos dolgok. És akkor, ha az év végéig ezek felépültek nap-nap után, a gyermekek sokkal jobban figyelnek, megszokták azt, hogy csengetnek. Becsengettek, akkor most illik odafigyelni, sőt, a tanítónini talán megdorgál, hogyha én nem azt csinálom, amit kell. Egy órából 35 perc a tanulási időtől. Úgymond tanulási idő, de én nem szeretem tanulási időnek nevezni, mert ugyan tanulunk, de én a gyereknek nem azt mondom, hogy gyerekek, most leülünk, tanulunk. Hanem megpróbálom valami más módon bevezetni. Vagy, hogyha tudom, hogy a gyermekem mondjuk egy meseolvasás közben tiktakkol mozgolódna, vagy a többi. Jó, most tedd a fejed a padra, rá a kicsi kezedre, és csukd be a szemed, és képzeld el, amiről hallasz a mesében. Imádják a gyerekek, ez óvodában is egy használt taktika, de nagyon sok mindent meg lehet velük így csinálni. A gyerekek élvezik, a gyerekek nagyon szeretik ezt a munkát. És jó, ugyan persze újjongnak, mikor megszólal a csengő, mert hát az akkor teljesen más egyebet jelent, akkor egy szabadabb. De én, amit észrevettem, még játszani is másképpen játszanak előkészítő osztályba, mert még ott vannak a játékok. Még a játékok lekötik őket. Tehát jól mondjuk azt, hogy az egyik lábuk az óvodában van, a másik pedig már az iskolában. Még akkor is, ha akármilyen nagy, mert most egy szép osztályom van, bármilyen nagy a terem, mégis, ha beraktam 24 padot, akkor bizony nehéz őket forgatni körbe-körbe, hogy lássanak is, elérjenek, én is oda tudjak menni, ha gond van, de a szőnyeg is meglegyen, de fel is tudjak állni körbe. Tehát egy kicsikét, ez már olyan iskolás környezet, de a gyermekek nagyon szeretik. És nekem
még eddig a szülők felől olyan visszajelzés jött, hogy hálása, hogy ez így van, ahogy van. Tehát mondhatjuk, hogy az előkészítő osztály nagyjából eléri a célját. Igen, igen. Én úgy érzem, ha azt csináljuk, amit kell, és nem ülünk le oldalakat írni, nem ülünk le házi feladatot adni, nem parancsolunk rá dolgokat a gyerekre vagy a szülőre, akkor igen, akkor az előkészítő osztály tényleg az a még mindig varázslatos világ, amiben már egy picikét iskolásnak érzem magam, mert hát vannak feladataim. Ha csak annyi a feladat és szakfelügyeletem voltam tavaly éppen, meglepődtem, mikor a tanítónéni azt mondta, hogy gyerekek, mi volt a házi feladat? Istenem, mondom, csak nem volt házi feladat? Nem. Kiderült, hogy csak annyi volt a házi feladat, hogy a toltartóban a színesek ki kellett legyenek hegyezve. De csak ennyi. Hozom az uzsonnát, hozom a kis tejácskámat, lehetőleg átszoktatjuk őket a tejára, nem mindenféle színes üdítőkre, már sikerült itt jó eredményeket elérni, de a toltartó az, ami neked az otthoni feladatod. Mert látod, milyen rossz, ha kitörik a hegye, látod, milyen rossz, ha sárgára kell színezni, és neked pont az nincs. Az óvónő szempontjából nem érzik úgy, hogy ki van ragadva a gyerek az óvodából? Nekünk hiányzik, ugye minden gyerek, aki elmegy, de ugyanúgy hiányzik a tanítónének, amikor negyedikben elmegy. Hát hiányzik, mert az volt az a korosztály, akivel lehetett kísérletezni, különböző dolgokat megvalósítani, ilyen hát felnőttesebb, vagy nekünk ez volt a nagy korosztályunk, de mint ahogy a tanítónéni elmondta, az előkészítő osztály úgy elérte a célját, ugyanez volt a óvodában is. Tehát ugyanaz volt, hogy különböző feladatokra próbáltuk megszoktatni nem csak a gyereket, mi nagy mértékben a szülőkkel együtt próbáltuk ezt megoldani, ugye, mert a gyerek még óvodában túl kicsi, hogy önállóan. Nálunk ilyen feladatok voltak, hogy kell hozni egy krumplit, kell hozni egy sárgarépát, kell gyűjteni őszi faleveleket, le kell fotózni a cicát, kell hozni egy családfotót, ilyen jellegű feladatok. Én nem tudom most, hát akkor nagyon rosszul éltem meg, gondolom minden óvonéni, hogy akkor elvettek egy korosztályt, de mint látom, egyre több a pozitív visszajelzés, úgyhogy akkor ennek jó, és annak mi meg annak örülünk, hogy a gyerekeknek jó. Nekünk van gyönyörű kis aranyos kis csoportunk, közép és nagy csoportunk. Most már nincs úgynevezett előkészítő csoportunk. Nem tudom. Ez olyan, hogy minden óvónéninek ez a saját véleménye, hogy ő most jónak látja, vagy rossznak látja. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon sok gyerek volt, akit 2,5 évesen, 3 év előtt beírattak óvodában. Így is, úgy is 4 évet, szinte 4 évet ott voltak az óvodában. Lehet, hogy már az 5. év, hogyha 7 évesen mentek volna iskolába, az már unalmas lett volna. Abban a szerencsés helyzetben vannak ezek a gyerekek, hogy már nem kell óvodába járni, de még nem iskolába kell úgymond iskolába járni. Tehát mindenképpen ez egy olyan köztes állapot, ami jó. Műsoridő végéhez közeledve csak annyit szeretnék még kérdezni, ki hol látja az előkészítő osztály helyét? Mivel hogy a Hám János óvodában az óvodában van az előkészítő osztály, a Balcseszku Petőfi iskolában az iskolában van az előkészítő osztály, hol van a legjobb helye ennek? Én szerintem erre pontosabban a tanítónő kolléganő tudna válaszolni. Mint kívülálló mondanám el, hogy úgy tűnik, hogy ott, ahol van, az óvoda épületén belül jól van az előkészítő osztály. Még már nem óvodás, és még nem iskolás. Rendelkeznek azzal a nagy udvarral, ugye mi nálunk, amivel az óvoda, tehát kimehet szünetre. Tényleg nem tudok én erre pontosabban válaszolni. Nekem úgy tűnik, hogy jó helyen van az előkészítő osztály, ott, hol van.
nem tudom, hogy... A tanítónő szempontjából? Én elmondom az én szempontomat, tehát az szerint, amit én tapasztalok, mivel nem sok gyerekem van, akit, tehát nincs is egyetlen fiacskám van, aki délutánra még marad, mert nem volt, hogy megoldják a szülők, de a Hám János óvodában például az a jó, hogy a gyermek olyan környezetben marad, hogy akár le is tud pihenni. Igen. Tehát úgy tudom, hogy van ez a bizonyos pihenőterem, idő, amit az iskolában nem lehet megoldani, viszont ez egy vitatható dolog, mert amikor a nagycsoportos gyereket már az óvónéni készakarva nem tudja a fejét lenyomni, hogy már pedig most aludni kell, és rá kell parancsolni, azt jelenti, hogy a gyerek kinőtte az óvodát. Neki ez az időszak, ez a korszak az életének lejárt. És lehet, hogy nagyon jó egy kicsit lustízni itt-ott, amott, de az, hogy őt ágyba dugják, nem biztos, hogy már neki kedvére való dolog. Az iskolában egy az órák programja. Tehát a gyerek hallja a csengőt. Igen. Hozzászokjék ahhoz, hogy csengetnek. Ennyi az óra időtartama. Az a 10 perc, az az enyém. Elképesztő, hogy tudnak beszaladni szünet végén. Tudják, nekik a csengő ezt üzente. Be kell jönni. Tehát ők már végen. Iskolásak. Tehát ők már érzik, hogy iskolásak. Köszönöm kedves vendégeimnek, köszönöm, hogy megosztották velünk a tapasztalataikat. Reméljük, hasznára volt azoknak, akik azon gondolkodnak még most is, hogy oviba menjen, nagymama vagy dadus vigyázzon a gyerekre. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!